Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrea vagyok, Önök pedig a Hit Rádiót hallgatják, és nagyon köszönjük mindenkinek a támogatást, ilyen hűségesen követnek bennünket, és hallgatják a műsorokat, emiatt érdemes folytatni ezt a munkát. Meg hát azért is, mert az igazságot azt egyre ritkábban halljuk a főáramú médiában, és egyre ritkábban halljuk a közösségi médiában is. Mi azért próbálkozunk, tehát a Hit Rádió csatornáin is igyekszünk Önöket a legobjektívebben tájékoztatni. Én is ezt teszem a saját csatornámon a YouTube-on, és újabban most már a Twitterre is feltöltöm a videókat, ahol True Deep Stage néven megtalálható a csatorna, és eddig úgy érzem, hogy nagyon jók a visszajelzések, és ha sikerül átcsábítani a közönséget erre a platformra, a YouTube-ról, akkor már elértünk valamit, ugyanis a Twitter egyelőre úgy néz ki, hogy engedi a konzervatív tartalmakat is egy kis lélegzethez jutni. Ugye a mai adásban erről is szeretnék egy kicsit beszélni, ugyanis a Facebook és a Meta Univerzum indított egy hasonló platformot, mint a Twitter, aminek az a neve, hogy Thread. Ez azt jelenti, hogy fonal, ami egyébként a kódneve a Twitter hírfolyamoknak elméletileg, tehát úgy működik a Twitter, hogy én kiírok egy mondatot, vagy kiteszek egy videót, vagy kiteszek valamit, és akkor elindul alatta a kommentelés, vagy újra megosztják, ezt úgy hívják, hogy retweet, és akkor ezt a fonalat, amit ez az egy bejegyzés generál, ezt nevezik úgy, hogy Thread. És akkor ugye ez a neve az új Meta platformnak, és már egy nagy felboldulás van körülötte, és arról szeretnék beszélni, hogy mi is ez egyébként, és arról, hogy 5 perccel azután már törli a konzervatív tartalmakat, hogy egyáltalán létrejött. A másik téma pedig a transzneműeknek a keresztény üldözésbe hajló viselkedése, és hogy itt Magyarországon is egyre kevésbé vagyunk már védve ettől a dologtól, és szerintem van egy álomba ringatott állapota a kereszténységnek ezzel az egész kérdéssel kapcsolatban itt Magyarországon, vagy legalábbis úgy érzem, hogy olyan nagyon nem érzik akut problémának az emberek, és szeretnék ezen egy kicsit felkavarni ezen az állóvizen, aztán meglátjuk, hogy ebből valóban lesz-e bármiféle felbojdulás. Én azért azokat az eseményeket, amiről beszélni fogok, eléggé aggasztónak tartom. Szóval erről lesz szó a mai műsorban, és hát ha már itt tartunk, akkor a Twitter téma lesz az, amivel elkezdem majd a mai hírelemzést. A Twitter témában már kiraktam egy videót a saját csatornámra is, ugyanis nagyon aggasztónak tartom a helyzetet, ami kialakult egyébként a szólásszabadsággal, meg ezekkel a korlátozásokkal kapcsolatban. Ugye azt mindenki érzékeli meg, aki követi a hitgyülekezetéhez kapcsolódó médiának a sorsát. A Heteknél is voltak korlátozások, tehát az tudja, aki követi ezeket a médiákat, hogy folyamatosan korlátozásokat, meg tiltásokat lehet tapasztalni. És ugye az nem látszik kifelé, hogyha valakit a monetizációból zár ki az adott platform, ott csak annyi van, hogy nekünk ő azt mondja, hogy nem megfelelő minden hirdetőnek, de azért például az én videóimba is gyönyörűen bepakol 4 darab hirdetési szünetet is, mert hiába ezeknek a hirdetőknek valószínűleg nem aggályos a felvételem, ő nekem erre nem fizet pénzt, tehát az egész egy ilyen hadjárat lényegében a konzervatív tartalmakkal szemben. És amikor Elon Musk 44 milliárd dollárért megvette a Twittert, és kijelentette, hogy át fogják vizsgálni az algoritmust, meg megvált egy csomó olyan alkalmazottól, akik egyébként tök fölöslegesen voltak ott, akkor egy felcsillant a remény a konzervatív tartalomgyártók előtt, hogy nem az az út, hogy az ember csinál egy külön honlapot, és ilyen sortokkal, meg mindenféle virágnyelven próbálja átirányítani oda az embereket, mert egyébként sehol nem jelenik meg, meg nem ajánlja fel a YouTube például, hiába van több százezer követője például, vagy millió akár a Daily Wire-nek is, ott is hatalmas betartások vannak, ugye nem kapnak feltétlenül pénzt a hatalmas nézettségű videók után, meg egy csomó mindenféle olyan dolog történik, amit ugye nem lehet jogorvoslattal rendezni, mert hogy nem vonatkozik semmilyen szabályozás ezekre a nagy platformokra, vagy még ha vonatkozna is, hosszú időbe bizonyítani, és most mit érünk vele, hogy egy videót visszaraknak, hogyha a következő 10-et azt megint nem.
Tehát az egész egy ilyen sziszifuszi küzdelemnek látszik, de az ember mégiscsak csinálja tovább, mert ez fontos, hogy az, aki kíváncsi, az megtalálja egyébként ezeket a tartalmakat. Hogyha véletlenül becsúszik valami hiba az algoritmusban, akkor akárki egy keresőszóra véletlenül rákattint egy videóra, és hogyha rákattan ezekre a tartalmakra, akkor utána már megtettük a lépést, hogy egy kicsit változtassuk az embereknek a gondolkodásmódját. És ugye Elon Musk is valahol, úgymond, mint az igazságbajnoka, megpróbált úgy fellépni, bár azért ő sem az abszolút definíció szerinti konzervatív, tehát óvatosan kell azért bánni azzal is, amit ő mond. Minden esetre azt lehet érzékelni, hogy ez a folyamatos részrehajlás a többi közösségi média részéről azért egy kicsit idegesíti őt is, és akkor rendszeresen szoktunk üzengetni neki, hogy vegye már meg a YouTube-ot is, mert akkor, hogyha megveszi a YouTube-ot, és azt az algoritmust is megpróbálják kitakarítani, akkor hát ha lesz esélyünk arra, hogy tényleg normális versenyben a tartalom minősége alapján ítéljenek meg bennünket, és ne úgy, hogy valami, mit tudom én, Z-generációs, vagy nem is Z feltétlenül, de mondjuk ilyen 20-30 körüli munkavállaló, akinek van valami kattanás a fejébe, az úgy dönt, hogy ezek a tartalmak, ezek nem kívánatosak, és akkor beállítja az algoritmust, hogy ezt nem lehet. Szóval az a helyzet, hogy most a Twitternek is lett konkurenciája, mert eddig egyediségében egyébként egyedülálló volt, tehát nem volt ilyen hasonló közösségi média egyelőre. Ugye a YouTube-hoz hasonló médiumok már próbálkoznak, van több olyan platform is, ami ugyanezt próbálja, bár az a helyzet, hogy az egyeduralmat azt nagyon-nagyon nehéz megtörni. A Facebookhoz hasonló közösségi média felületek is előfordulnak már, de ott is azért nagyon-nagyon erősen érezhető, hogy a Facebook az egyeduralkodó. És most a Twitter, amely egyébként a legnépszerűbb hírforrás az Egyesült Államokban, és egyre népszerűbb Nyugat-Európában is, és reméljük, hogy nálunk is egyre népszerűbb lesz, ott pedig nem volt eddig ilyen próbálkozás, viszont megjelent Elon Musk, elbocsátott egy csomó embert, azok valószínűleg átkerültek a türelmi időszak után, amíg nem lehetett hasonló céghez elmenni dolgozni, átkerültek a másik média felülethez, és akkor ugye Elon Musk rögtön elkezdte a jogi eljárást is már, hogy először küldött egy figyelmeztető levelet, és nagy valószínűséggel perre viszi a dolgot, mert hogy a módszer, ami le van védetve, tehát maga az ipari modell, vagy az a modell, amely alapján működik a Twitter, az egy szellemi termék, és most ugye Zuckerbergék ezt a régi alkalmazottak miatt állítólag, legalábbis Musk ezt mondja, megkapták ezt a know-how-t, és most erre létrehozott Zuckerberg és csapata egy hasonló felületet. Ugye azt tudjuk, tehát például van a Social Network című film, amit egyébként ajánlok megtekintésre mindenkinek, szerintem borzasztóan tanulságos. Aki tudja, nézze eredeti nyelven, de hát természetesen a magyar szinkronnal is nagyon jó, de eredetiben mindig minden sokkal jobb. Tehát, hogyha ezt megnézik, ugye lehet látni, hogy Zuckerberg nem a korrektségéről híres, és nem arról, hogy mindent a legmesszebb menőkig mindenki másnak a jólétét figyelembe véve csinált az elején, és hát ugyanez van most úgy tűnik, Elon Musk szerint legalábbis a Twitter körül is, viszont már 5 perccel azután, hogy létrejött, meg elindult a platform, már hatalmas felbojdulás van, legalábbis a Twitteren van egy csomó olyan thread, vagy ilyen hírfonal, ami arról szól, hogy a konzervatív tartalomgyártók megpróbáltak ugye felmenni erre a felületre, és persze mindenki leírja magáról a kis beköszönőben, vagy van egy ilyen rövid leíró rész, hogy mit csinál, meg igazából mi az árszpolitikája, vagy hogy ki is ő valójában, és ugye már ez elég volt egy-két konzervatív tartalomgyártónak ahhoz, hogy letörölje a thread a felületéről a bejegyzéseket, tehát ugye a posztokat azonnal letörölte. Tehát még nem is kezdődött el a működése, már törli a konzervatív tartalmakat, vagy mondjuk amikor valaki megpróbál a Donald Trumpnak vagy arra, olyan fiókra feliratkozni, aminek a nevében benne van, hogy Donald Trump például, vagy csak Trump, akkor kiír egy olyan, tehát egy ilyen figyelmeztető üzenetet kap az ember,
hogy biztos benne, hogy fel akar erre iratkozni, mert ugye erről a csatornáról köztudott, hogy tele van hamis információval, folyamatosan fake news posztolás és így tovább, és csak miután az ember még egyszer rákattint arra, hogy follow, akkor engedi meg, hogy lássa a tartalmakat azon a csatornán. És ez nem egy, nem kettő, hát ilyen képkivágásokkal hitelesített bejegyzések vannak a Twitteren, és ugye az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy nem üzleti alapon működik ez sem. Elon Musknak az volt szerintem a háttérben a gondolatmenete, mikor megvette a Twittert, hogy van egy óriási piac, ugye, a konzervatív oldal, akinek nem jut hely. Mert ugye a woke baloldali, meg szélső baloldali ideológia az olyan szinten eluralkodott a közösségi médiában, meg valójában a tulajdonosok, meg azok, akik őket befolyásolják, azok vallják ezeket az ideológiai eszméket, és nem engedik, hogy ami ezzel szemben áll, vagy ami mondjuk kérdőjeleket tesz dolgok mellé, kérdéseket tesz fel, rávilágít furcsaságokra, nem engedik meg, hogy ezek létezzenek, úgymond a demokrácia, meg a szólásszabadság jegyében. És hát ez a piac egyébként óriási nagy, mert lehet, hogy azt gondolja mindenki, hogy a hangosan üvöltöző baloldal az túlnyomó részben mindenkit elsöpör, mert olyan sokan vannak, de valójában nem így van. És pontosan, hogyha megnézzük például Amerikában a közvéleménykutatásokat, azért a túlnyomó többsége a társadalomnak, ilyen 80% fölötti létszám, az még mindig azt vallja, hogy kettő nem van. Nem 70, meg ki tudja hány, kettő. Mégpedig férfi és nő. Tehát az a helyzet, hogy van egy nagyon hangosan kiabáló marginális kisebbség, akik mögött óriási, gigantikus pénzösszegek állnak, magyarul megtehetik, hogy mindenhol fizetett hirdetésekkel, meg akár a jogrendszerben, ugye erről is hallottunk, hogy a Soros állítólag megvásárolta az összes kerületi ügyészt, meg a alacsonyabb szinten működő bírókat a bírói rendszerben, tehát fizetett emberei vannak a rendszerben, akik aztán precedenseket teremtenek. Erről pont az Ultrahangon volt egy beszélgetés egy olyan ügyvéddel, aki Amerikában él. Tehát az az igazság, hogy ha innen nézzük, akkor van egy ilyen nagyon-nagyon szűk kisebbség, akik mögött óriási pénzösszegek állnak, és ez a pénz, ez lehetővé teszi, hogy ezek a hangok, meg ezek az ideológiák, ezek úgy tűnjenek a laikus számára, mintha ez lenne a főáram. De valójában nem ez a főáram. Tehát a transzneműeknél is lehet, hogy bekevernek egy csomó fiatalt, mert olyan menőnek látszik ez a dolog, de alapvetően nem ez a többség. A többség az teljesen normális, hagyományos házassági modellben gondolkodik. Lehet, hogy nem feltétlenül abban, hogy majd házasságot kötnek, de azért mégiscsak egy férfi, egy nő kapcsolat az, ami a legtöbb ember számára a normális jelenti. Na most, hogyha ezt valaki kimeri jelenteni akármelyik közösségi média platformon, az 100%, hogy ez ilyen harakiri kb., tehát olyan szinten elindul ellene az üldözés, hogy nem nagyon lehet utána semmit se csinálni. Tehát én is ott vagyok a saját csatornámon, és mindenféle olyan dolgot, amit eddig az elmúlt 5 év alatt önök hallhattak tőlem, mindenféle dolgot lehet hallani a csatornámon is, tehát ugyanígy, ugyanebben a stílusban igyekezve megbecsülni a többi embert, tehát nem uszítva, hanem egyszerűen kijelentve dolgokat, amik az én világnézetem szerint nem néznek ki jól, vagy mondjuk lehet, hogy abba kéne hagyni, vagy más irányba kellene terelni a dolgokat, tehát az ember elmond egy véleményt, és szinte teljesen mindegy, hogyha a kismacskák személyiség fejlődéséről tartanék akármit, azt is először 3 napig vizsgálja, hogy megfelelő-e a hirdetők számára, addig mondjuk megnézik 3-4 ezeren a videót, utána, amikor már látja, hogy teljesen megy lefelé a nézettsége, és szinte már alig kattint rá valaki, akkor kapok egy e-mailt, hogy jaj, semmi probléma nincs a videóval, visszaállítottuk a monetizációt. Tehát ez mind arra megy ki, hogy a tartalomgyártók azok elveszítsék a motivációjukat, és hagyják abba a tartalomgyártást. Csak ugye nálunk azt veszik figyelme, vagy azt nem értik, hogy nem a pénz miatt csináljuk. Tehát az ember nem azért ment fel a YouTube-ra, hogy majd olyan lesz a csatorna, hogy abból ömlenek a milliók havonta, meg mit tudom én, hány millióan fogják megnézni, hanem egyszerűen az a célunk vele, hogy kimondjuk az igazságot, és megpróbáljuk egy kicsit tisztítani az atmoszférát.
és nem érdekel a pénz. Viszont nyilván keressük azokat a felületeket, ahol minél nagyobb közönséget el tudunk érni, és minél nagyobb nézettséget tudunk generálni, mert az a célunk, hogy az emberek gondolkodásmódját megváltoztassuk. Ha pénzről szólna, senki se csinálná a YouTube-ot a konzervatívok közül, csak az az egynehány, nem tudom, van 2-3 olyan csatorna, ami nagyon népszerű. Mert nyilván a magyar közönség is pontosan ugyanolyan, mint az egész világon a többiek, hogy a szórakozás érdekli őket. Vagy mondjuk vannak olyan blogok, vagy olyan videócsatornák, amelyek kifejezetten abból, tehát a témáik nagyjából abban merülnek ki, hogy kiválasztanak egy-két problémás esetet, mert vannak nagyon fura emberek is a YouTube-on, és akkor ezen köszörülik a nyelvüket. Tehát lényegében pocskondiáznak valaki mást, aminek nincsen igazából hozzáadott értéke, hanem abszolút inkább negatív. És milliós megtekintések vannak, mert az emberek sajnos erre nagyon is vevők. És az a helyzet, hogy most ez a fajta konzervatív gondolkodás, amit mi képviselünk, a Hitrádió is, az Ultrahang, a Hetek, az egész média család lényegében, az mindenhol szinte persona non grata. Ezért próbálok én a Twitteren érvényesülni jobban. Mert ott még van lehetőség, tehát ott legalább az algoritmus nem tol ki rögtön a büntető listára. Viszont ez nem tudjuk, hogy meddig fog tartani. Mert ugye azért láttuk például a Daily Wire-nek volt egy olyan próbálkozása, ugye a Matt Walsh az egyik műsorvezető csinált egy dokumentumfilmet arról, hogy micsoda a nő, az a címe ennek a dokumentumfilmnek, hogy What is a Woman? Mert ugye természetesen mindenki e körül pörög ebbe a transznemű témába, hogy mi a nő, mert ugye emberek magukat nőnek tartják akkor is, hogyha fizikailag egyáltalán közük sincsen hozzá, és ez természetesen ugye a jelenlegi polkorrekt atmoszférában eléggé ellentmondásos, hogy úgy mondjam, nem kifejezetten egy ilyen politikailag korrekt, konform alkotás. És hát ugye mindenki örült, hogy jaj, de jó, végre Elon Musk megengedi a konzervatív tartalomgyártóknak, hogy kikerülhessenek a felületre, és a Daily Wire, ugye a producerek leültek a Twitternek a stábjával, mert ugye azért másfél óra videót feltölteni azért az mégiscsak egy másik kategória, ráadásul ugye akarták valamilyen hirdetési csomaggal is megtámogatni ezt az egészet, tehát a közösségi médiában is, aki hirdet például a YouTube-on vagy a Facebookon, az tudja, hogy lehet vásárolni különböző csomagokat, attól függően, hogy mondjuk mekkora szórást akarnak elérni, meg minden, viszont azért egy ekkora azért nagy nevű formáció, az hozhat akkora nézettséget egy videóval, hogy ott már meg lehet egyezni, hogy akkor így, mit tudom én, fele annyiba kerüljön az a hirdetési csomag, vagy valami más ilyen setup legyen. És ugye természetesen leültek egymással, és akkor a Twitternek az volt a kérése, a munkatársaknak az volt a kérése, hogy a Daily Wire küldje át ezt a videót, ők megnézik, és akkor eldöntik. És akkor ugye természetesen a Vogue 30-as korosztály a marketing részlegen talált benne néhány kivetni valót, ahol ilyen úgynevezett misgendering van, tehát ahol valakinek a nemét a Matt Walsh helytelenül alkalmazta, tehát valószínű, hogy egy olyan férfit, aki magát nőnek képzeli, azt férfinak nevezett, és ez nem tetszett a Twitter munkatársaknak, meg bár lehet, hogy ez nem is nem a Matt Walsh csinálta, hanem valamelyik szereplő, de teljesen mindegy. Tehát voltak benne ilyen aggályosnak nevezett részek, és az volt a Twitternek a feltétele, hogy vágják ki. Viszont természetesen Matt Walsh erre nem volt hajlandó, és akkor be kellett vonni a tulajdonost. Ugye Elon Muskhoz fordultak, hogy na akkor mi van? Most akkor ez tényleg változott ez a hely, vagy maradt minden úgy, mint ahogy volt? És hát ugye megjelent végül a What is a Woman teljesen változatlan formában, de ehhez Elon Muskot kellett bevonni. És hogyha nyilván a Daily Wire az egy akkora formáció, hogy ott már meg lehetett ezt csinálni, de mit csináljunk mi? Igazából valószínű, hogy azért nem kell annyira hátradőlni ebben, mert ebben is megvannak a csavarok azért, tehát nem feltétlenül biztos, hogy itt ki tud menni. De hát mindent megteszünk. Ugye a Hitrádióban is folyamatosan tanulmányozzák az algoritmusnak a viselkedését, meg igyekeznek úgy adni a címeket, hogy
ne kerüljünk azonnal a tiltólistára, de ez borzasztóan nehéz és folyamatos figyelmet igényel, mert nehéz egyáltalán, tehát az ember nem írhatja le konkrétan, hogy miről szól a videó. Tehát most már mi is azzal játszunk a csatornán, hogy adok valami címet, és akkor aki kíváncsi rá, hogy valójában miről beszélek, az meghallgatja. Mert hogy nem feltétlenül van pariban a tartalom azzal, amilyen címet adok, bár most már szinte mindegy, hogy mit csinálok, ezért adhatom akár a ellentmondásos címeket is. Szóval nem egyszerű a helyzet, és ez a thread, ugye a Facebook, meg a többi, azért is nagyon érdekes, mert például Ocasio Cortez, az egyik kedvencem, aki az egyik legvéres szájúbb szélső baloldali kongresszusi képviselő az Egyesült Államokban, ő is tapasztalta a saját bőrén, hogy ez a thread ez nem annyira poll correct, valamit kirakott, ami nem tetszett a rendszernek, és törölte a bejegyzését. És akkor persze mentegetőzik a következő bejegyzésben, hogy jaj, valamit elnyomtam, meg minden, de azért elkövetkezett az is, hogy megpróbálta törölni a fiókját. Csak sajnos rájött, hogyha egyszer felregisztrál, mondjuk közös fiók van, Instagram, Facebook, WhatsApp, meg bár lehet, hogy a YouTube csatornát nem keverik bele, de mondjuk csak az Instagram meg a Thread össze van kötve, akkor ha törölni akarja a Thread csatornáját valaki, akkor az Instagram csatornáját is törli. Mégpedig Ocasio Cortez, ez egyébként egy hatalmas ilyen Instagram huszár, tehát amikor nagyon-nagyon ügyesen használja a közösségi médiát, amikor beiktatták először, akkor együtt lehetett élőben beköltözni vele a kongresszusi irodájába, meg szokott ilyen kérdezfelelek játékot játszani, ilyen élőben közvetítő, hogy mondjuk főz a konyhájába, és akkor lehet vele beszélgetni, hogyha valaki elég ügyes ahhoz, hogy élőben mondjuk feltegyen neki egy kérdést, és akkor őt is úgy tűnik utolérte a végzet, tehát ez az algoritmus, ez valószínűleg eléggé keményre van szabva, ez még sokkal keményebb, mint a Facebookon, és hát érdekes, hogyha már a saját kutyájuk kölykét is érje az atrocitás, akkor vajon mire számíthatunk mi? Hát én azt javaslom egyébként önöknek, hogy szerintem kerüljék el jó messzire, mert nem lehet szabadulni, a Facebook fiókokat se lehet törölni. Tehát ha valaki elhalálozik, akkor sem lehet törölni a fiókját, hanem örök életre ott van bent a rendszerbe. Csak mondjuk inaktívá teszik, de nem törlik. Ami nagyon érdekes, újfent erről is lehetne beszélni, hogy vajon mi a céljuk ezzel, de ettől függetlenül ugye itt most megint minden összekapcsolódik, és hát nagyon reméljük, hogy most ez nem a Twitter vesztét fogja okozni. Ugye Zuckerberg eléggé agresszívan nyomul ebbe a témába. Nyilván nem Zuckerberg, hanem a Meta, de valahol mégiscsak az ő nevéhez fűződik ez az egész dolog. És hát nagyon aggasztó az, ami történik. És sajnos az meg még aggasztóbb, hogy az óriási tömeg, aki egyébként hatással lehetne ezekre a dolgokra, azok meg több passzívak. És ugye ez volt tapasztalható az akkor is, amikor törölték az egyik videómat egy pár hónappal ezelőtt a Hitrádiónak a YouTube csatornájáról, hogy az emberek egyszerűen elfogadták, hogy eltűnt a műsor. Senki nem ment, mondjuk nem indult a keresésemre, hogy létezek-e egyáltalán valahol máshol, hanem egyszerűen az emberek elfogadták, hogy nincs. És ugye az a helyzet, hogy ezt a fajta passzivitást, ezt nem nagyon tudjuk megváltoztatni, viszont ez egy hatalmas fegyver a közösségi médiának a kezében. Hogy az emberek legnagyobb részét nem érdekli annyira ez az egész, hogy lépéseket tegyen. Lehet, hogy egyetért velünk, meg ugyanazt az elvet vallja, mint mi. De úgy szép az élet, hogy az ember nem keveredik bele ezekbe a dolgokba, és egyszerűen nem történik semmi. Tehát, hogyha nem lépünk, meg nem teszünk semmit azért, hogy változzon a dolog, akkor nem fog valóban megváltozni, sőt, akkor ők fogják irányítani azt, hogy milyen irányba változik. Ezért buzdítom én önöket, hogy tényleg mindent támogassanak, ami konzervatív, akkor is, hogyha szellemileg nem feltétlenül annyira jó, hanem egyszerűen kimondja az igazságot különböző politikai meg külpolitikai kérdésekben, mert ha ez eltűnik, akkor onnantól kezdve teljes diktatúra lesz, teljes vélemény diktatúra, és ezt kell mindenképpen elkerülni. És ugye hát ide kapcsolódik a következő téma is, amiről beharangozóan mondtam, hogy fogok beszélni, ugyanis a transzneműek olyan szinten nyomulnak már mindenhol, és ráadásul itt Magyarországon is,
hogy ezzel a fajta passzivitással, amit az emberek oldaláról akár az egyházban lehet tapasztalni, ezzel nem fogjuk tudni ellensúlyozni. És ez sajnos a mi feladatunk, hogy itt ebben bármiféle lépést tegyünk, és akár az online térben is, vagy azzal, hogy megosztanak, kommentelnek, felregisztrálnak a Twitterre, újra tweetelnek, stb., hogy ezeknek a csatornáknak, akik beleállnak a konfliktusba, ezeknek legyen hátszeletet, ebben kellene a segítség, megváltani kellene a szemléletben, mert hogyha ezeket elnémítják, meg elhallgattatják, mint ahogy a pesti srácokat törölték, vagy a PSTV-t, meg a Heteket kilőtték a Facebookról, és újra kellett kezdjék, egy csomó munka elvész, és hogyha passzívan végignézzük, akkor lényegében nem vagyunk túl sokkal jobbak, mint azok, akik egyébként aktívan ellen állnak ebben. Már nekünk konzervatívoknak ellenállnak. A következő hír, amiről akartam beszélni, az tényleg egy üldözéssel kapcsolatos, ugyanis, vagy nem egy üldözéssel, hanem az üldözéssel általában. Ugye része vagyok, vagy tagja vagyok egy olyan zárt Facebook csoportnak, ahol konzervatív újságírók meg politikusok beszélgetnek, tehát ez egy kifejezetten intellektuális csoport. Azt nem tudom, hogy keveredtem oda, de az a helyzet, hogy nagyon értékes sokszor, amit megosztanak, mert nagyon sokfelé tallóznak, és akár a német sajtóból, akár a franciából, vagy messzebbről is hoznak híreket, és az a jó, hogy nem kell az embernek feltétlenül rákattintani mindenre, hanem megmagyarázzák, hogy mi az érdekes, és akkor vannak alatta eszmecserék, érdekes beszélgetések, hogy miért is lényeges egyáltalán ezzel a témával foglalkozni, és akkor az egyik ilyen tag megosztott egy hírt arról, hogy Mexikóban, a parlamentben egy magát nőnek nevező, vagy nőnek tartó férfi egy pápa jelmezben arra nyújtott be törvényjavaslatot formálisan, tehát teljesen hivatalosan, hogy azokat a vallási közösségeket büntessék meg, akik diszkriminálnak egy megfelelő vagy egy érintett embercsoportot. Na most ez virágnyelv ugyan, de magyarul ez azt jelenti, hogy azok az egyházak, akik azt mondják, hogy a homoszexualitás bűn, vagy a transzneműség az egy mentális betegség, és ebben a Biblia szövegét követik, azokat meg kell büntetni, és ráadásul az a része ugyancsak nagyon érdekes ennek a törvényjavaslatnak, hogy a Bibliát revideálni kell abban az értelemben, hogy a gyűlöletbeszédet el kell belőle távolítani, ami kirekesztő és gyűlöletkeltő bizonyos népcsoportokkal, vagyis nem népcsoportokkal, hanem társadalmi csoportokkal szemben. Na most önmagában ez a hír, ez lehet, hogy nem fogják nyilván Mexikóban nagyon komolyan venni, mert ugye Mexikó, meg ott Közép-Amerika, meg Dél-Amerikának a felső része, hogy a Brazília ott már talán a karizmatikus hívők többségben vannak, de ez a rész a spanyol hódítóknak köszönhetően mélyen katolikus, de nagyon katolikus. És akárhogy is a melegházasság, meg az egyéb témák, azok már így pedzegetik a katolikusok is, meg már érinti ugyan a katolikus egyházat, meg hát a pedofília, meg a meleg téma az azért belsőleg eléggé rágja a szervezetet, de a hivatalos álláspontja a katolikus egyháznak az még mindig az, hogy ezek bűnök, ezt nem lehet csinálni. És akkor megjelenik egy ilyen ember, és ez természetesen nyilván nem azért történik, mert ő komolyan abban hisz, hogy majd a mexikói képviselők ezt nagy lelkesen a haladó idők szelét érezve megszavazzák. Mert ugye mindenki rögtön elkezdett szájalni ellene, hogy azért álljon már meg a menet, meg minden. Viszont arra nagyon jó, hogy felhívja a figyelmet a következőkre, hogy mi a szándék, és mi az, amit egyébként ezek az emberek el akarnak érni, és mi az, aminek nekünk ellen kell állni. És ugye itt is ez született, ez a konklúzió ezekben a képviselőkben, akik természetesen elsöprő többséggel elutasították ezt az egészet. Tehát magyarul ez egy ilyen publicity stuntnak nevezett dolog, ami ugye azt jelenti nagyon szabad fordításban, hogy egy ilyen feltűnéskeltő, ilyen performance vagy gag, amit azért csinál valaki,
nem azért, mert komolyan szeretné, hogy ez megtörténjen, amiről szól ez a dolog, hanem azért, hogy felhívja a figyelmet egy társadalmi problémára, vagy valami mondjuk saját magára akár, tehát ezt azért sok mindenre alkalmazzák az angolban ezt a kifejezést, és itt is arra akarták felhívni a figyelmet, hogy ugye a Biblia az önmagában egy 1000 éves, most ezt csak így képletesen mondom, mert nyilván nem 1000 éves, de hogy egy ilyen totálisan idejét múlt ódivatú valami, amit a társadalomnak a fejlődése már messze túlhaladott, és hogy ezzel együtt kéne működni, és főleg úgy, hogy a társadalom legnagyobb részére ez mekkora befolyással van, ezért ezeknek az embereknek az a segítség, hogyha majd jönnek ezek a csodálatos pápának öltözött nő formában egyébként férfiak, tehát az egész egy ilyen totál agymenés, és majd elmondják mindenkinek, hogy mit kéne, hogy higgyünk, meg mi az, ami valójában az igazság, meg mi az, ami valójában jó. És hát az a helyzet, hogy ez pont ennek a neomarxista szempontnak a gyümölcse, hogy mindenki arról beszél, hogy ő neki mi az igazság, meg ő neki mi a saját elképzelése, és ha én nem azt gondolom, akkor engem büntessenek meg. Mert ugye itt ez a törvényjavaslat, ez arról is szól, hogy kemény bírságokat kelljen fizetni például egy prédikátornak akkor, hogyha kimeri mondani, hogy a Róma 1 alapján a homoszexualitás az Isten szemében az egy bűn. Vagy mondjuk az Ószövetségben, 3 Mózesben azért ott vannak egész érdekesen hosszú fejezetek, amiben konkrétan leírt szexuális devianciák fordulnak elő. Amire az Isten nem azt mondja, hogy ez rossz, hanem azt mondja, hogy utálatosság. És akkor ugye persze, hogy az, aki ezt mondjuk gyakorolni szeretné, az nem annyira örül neki, hogy van egy olyan társadalmi közösség, ami ezt abszolút visszataszítónak és rossznak tartja. Meg hát persze erről is beszéltem már többször is a saját műsoromban, hogy az embernek a lelki ismeretébe be van kódolva egyébként az Istennek az igéje, az Isten törvénye, inkább így fogalmazok. Tehát ezért van, hogy az ember egy csomó mindenről automatikusan tudja belülről, hogy mi a jó és mi a rossz. Nyilván ez deformálódik az élet során, meg abban, amilyen társadalmi vagy kulturális környezetben növekszik, de azért alapvetően van a lelkiismeretében egy kód, amiről tudja, a nagyon-nagyon nagy dolgok azért hasonlóan vannak az összes vallásban, vagy legalábbis közelít, és ez az egész, tehát a Biblia szerint, ha megnézzük, akkor ez a fajta viselkedés, ennél nagyon mélyebben levő dolog nincs. Tehát mondjuk azt, hogy ez a gödör alja kb., hogyha az ember ebbe benne van. És hát ahelyett, hogy ki akarna jönni belőle, ránk akarja kényszeríteni azt, hogy mi erre mondjuk ki, hogy ez egyébként nem probléma, ez tök jó, mert hogy úgy érzi, hogy akkor a lelkiismerete majd nem fogja vádolni. Csak sajnos az a baj, hogy a lelkiismerete az az ő ügye, és mi hiába mondjuk rá, meg hiába mondja rá mindenki, hogy ez jó, nem fog megszűnni a probléma belül. Csak ezt ugye addig a pontig, amíg van ellenzője ennek a dolognak, addig rá lehet hivatkozni, hogy ő miattuk vagyunk kirekesztve, ők azok, akik utálnak bennünket, ők azok, akik velünk szemben mindenféle lépéseket akarnak tenni, és gyűlölnek minket, és akármi. Meg ugye ez a fóbia is nagyon érdekes, mert ugye ez azt jelenti, hogy félelem. De mi azért nem mondhatnám, hogy félünk ezektől az emberektől, hanem egyszerűen az van, hogy mi a kereszténység jegyében ugye a szabadságnak a saját önmagában levő jelentése szerint egyszerűen szeretnénk, hogyha megélhetnénk mi is a saját magunk által igaznak vélt életvitelt. Anélkül, hogy bárki minket lépten nyomon furkos bottal megpróbálna leütni, meg el lehetetleníteni, meg mindennek kikiáltani, hogy ilyenek vagyunk, meg olyanok vagyunk. Mindenkinek a magánügye, hogy a házasságában vagy a párkapcsolatában mit csinál. Ezek nem tartoznak a nagy közönségre, az zárt ajtók mögött megélik az emberek a saját életüket, ez őrájuk tartozik, meg nyilván az Istenre, de aki ebben nem hisz, az ezt a részét, ezt figyelmen kívül hagyja, és nem kell, hogy kihozzák elénk az ő ügyeiket, hanem egyszerűen élniük kéne az életüket, csak mivel annyira nem elég nekik az, ami ott van, meg ugye nem boldogok tőle, ez a másik. Ezért ugye természetesen próbálják ráerőszakolni a nagy többségre a saját véleményüket. De ettől függetlenül az még attól nem lesz jó, hanem ugyanúgy rossz lesz.
És hát ez az ellentét, ugye mindig Tucker Carlsonra hivatkozok, a transzneműek meg a kereszténység között fennálló ellentétet talán ő definiálta, ő fogalmazta meg a legjobban. Mégpedig úgy, hogy a transzneműek azok azt gondolják, hogy ők az Istennel egyenértékűek, mert hogy ők a természet adta adottságokat, azt hiszik, hogy meg tudják változtatni. Tehát, hogyha mondjuk ott van egy férfi, és azt hiszi, hogy ő ezt megváltoztathatja, hogy ő belőle lehet nő, és ez azt jelenti, hogy ők egy szintre helyezik magukat Istennel, akinek hatalmában áll formálni egy embert az anyja méhében, és elrendelni, hogy melyik nemhez tartozik. Na most, a keresztény azt tudja, hogy az Isten nélkül egy teljesen abszolút lúzer, képtelen életbe maradni, vagy ha életbe marad is, az az élet, az egy totál hiányokkal teli ilyen fél dolog lehet, és az Istennel lehet csak teljes életet élni. És ugye ez a kereszténységben egyértelműen kifejezi, hogy mi sokkal kisebbek vagyunk Isten nélkül, mint maga Isten, meg úgy egyébként Istennel együtt is kisebbek vagyunk, tehát ő az Úr, mi meg vagyunk az ő fiai, meg gyermekei, de azért mégiscsak mi vagyunk neki alárendelve, és nem fordítva. És ugye ezt az ellentétet, ezt nem lehet feloldani a kettő között, és ezért gyűlölik annyira a keresztényeket, mert a kereszténység ezt a fajta hiány, meg ezt a fajta, hát ezt az állapotot, hogy mi egyébként képtelenek vagyunk akár egy centivel megnöveszteni a saját termetünket, ezt folyamatosan eléjük hozza. És szembesíti őket azzal, hogy képtelenség az fizikailag, hogy ő belőle funkcionálisan abszolút úgy működő férfi vagy nő legyen, mint azok, akik természetesen ebbe születtek bele. Végeznek ilyen operálásokat, vagy ilyen nem változtató műtéteket, de hogyha például egy nőből próbálnak férfit csinálni, hát azért az a tortúra, ami egyszer az egyik ilyen transzneműségről szóló könyvben elolvastam, hogy mit csinálnak egyébként. Nyilván a laikus számára érthető módon volt leírva, hogy honnan vesznek el bőrt, hova applikálják, mit csinálnak, stb. Tehát az a helyzet, hogy lehet, hogy valami, amit kreálnak, az úgy néz ki, mintha, de hogy ez fizikailag soha az életben nem fog úgy működni, mint hogyha az ott lett volna eleve, az teljesen egyértelmű, és ezt már az is tudja, aki egyébként átment ezen a tortúrán. És az a baj, hogy onnantól kezdve, hogy ezt meglépték, vagy akár csak a hormonkezelést elkezdték, nincsen visszaút sajnos. Vagy egy nyomorúsággal teljes létnek a létbe van visszaút, ami nem tud kiteljesedni a biológiai nemében sem. És azért levágni valamit sokkal könnyebb, mint visszarakni. Meg nem is lehet visszarakni utána, az a probléma. És ugye ez egy olyan helyzet, ami lehet játszani Istent, de azért attól az emberből még nem lesz Isten, és nem is fog abba a helyzetbe kerülni, hogy ebből bármilyen, tehát hogy akár közelebb kerüljön ahhoz, hogy teremtsen. Tehát lehet, hogy az emberi arrogancia az elhiteti saját magával, hogy ez működik, de azért ettől függetlenül sajnos, vagy nem sajnos, szerintem nem baj, hogy nem működik, de kudarcot fognak vallani. És ez olyan dühöt okoz bennük, hogy azokat, akik egyébként kedvesen az elején már mondták nekik, hogy nem kéne ebbe belemenni, mert nem lesz jó, azokat utálják. És közben pedig csak jót akarunk nekik, tehát itt senki nem uszít ellenük, hanem próbálunk nyitni, meg próbálunk együtt élni, próbálunk együttműködni, de ugye nem lehet, mert hogy nekünk a puszta létezésünk is állandóan szembesíti őket azzal, hogy az a természet ellenes, amiben ők vannak, és nem az, amiben mi vagyunk. És közben ugye, ahogy mondtam a beköszönőben, szeretném arra is a figyelmet felhívni, hogy ez egyáltalán nincsen messze Magyarországtól. Ugye itt van egy olyan általános felfogás, meg azért mi is sokszor azon kapjuk magunkat, hogy egy ilyen nagy nyugalom van, béke van, viszonylagos jólét van, nyilván minden relatív, de azért egy csomó olyan országnál százszor, ezerszer jobban élünk, akik egyébként ilyen harmadik világnak számítanak, tehát minden nyilván relatív, mert hogy ennél is lehetne jobban élni, de szerintem azért Magyarország jelen pillanatban egy nagyon-nagyon jó hely a világon, arra, hogy az ember normális életet éljen. És van egy gyermekvédelmi törvényünk, ami mutatja, hogy a kormányunk az alapvetően
az egészséges életmód meg a normalitás mellett tör lándzsát, ráadásul ugye támogatja a kereszténységet is, tehát az üldözött kereszténység javára a világ különböző pontján mindenféle pénzadományokat adnak, meg iskolát építenek, és így tovább. Tehát a kereszténységnek, meg a konzervatív látásmódnak úgymond ez egy kedves dolog, ahogyan működnek most a dolgok ezeken a területeken. Most én nem akarok gazdasági kérdésekbe belemenni, meg különböző politikai lépésekbe, hanem maradjunk csak ezen a mesdjén, hogy mi a család, mi a, hogyan dotálják a gyermekvállalást például, és így tovább. És akkor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy minden rendben van, mert hogy a kormány szépen, mint egy ernyő, így leárnyékol bennünket, meg mindentől védve vagyunk. De azért pont a hetekben jelent meg egy cikk az online-on, hogy Veszprémben egy bíróság kimondta, hogy a magát nőnek tartó transznemű férfi is 40 év munkaviszony után nyugdíjba mehet. És ez azért van, mert ugye nincsenek rá felkészülve egyébként a jogászok, hogy ilyen érveléssel magukat védjék, vagy a törvényeket magyarázzák. Ugye megjelent egy pasas, akinek a személyigazolványában már az van, hogy ő nő, tehát nálunk is csak felhívom a figyelmet, hogy a nagy kirekesztő Magyarországon erre már van lehetőség, hogy egy transznemű férfi magát hivatalosan az okirataiban is nőnek nyilvánítassa meg a személyi dokumentumaiban. És ugye őt a nyugdíjfolyósító hiába volt benne a személyigazolványában, hogy ő nő, meg hiába van női neve, őt férfiként tartotta nyilván. És hát a férfiakra nyilván más vonatkozik, mint a nőkre, és ez az ember, ez ugye nehezményezte, hogy miért van ő kirekesztve ebből az egészből, és ugye az volt az indok, hogy a nőknek a társadalomban való szerepvállalásuk, tehát a gyereknevelés miatt, meg az otthon vállalt többletfeladatok miatt lehet hamarabb nyugdíjba menni, mint a férfiaknak. És akkor megérkezik az okos jogi érvelés ugye a transzneműnek az oldaláról, hogy jó, de akkor az egyedülállókkal mi a helyzet, meg akiknek nincs gyerekük például. Azokra vajon miért vonatkozik a hamarabb nyugdíjba menésnek a lehetősége, és ő neki meg miért nem? És ugye egy ilyen érvelésnél, ha nincsen válasz, tehát ha nem tudjuk kinyilvánítani, hogy azért, mert a nők egyébként sokkal gyengébbek, a nő az alapvetően nem arra van kitalálva, hogy fizikai munkát, meg egyéb olyan munkát végezzen hosszú ideig, amit totálisan igénybe veszi, hanem az elmúlt 4 vagy 5-6 évezred alatt mindig a férfiak voltak azok, akik a nagyobb terhet viselték, és a férfiak azok, akik ellátják a családot, akik anyagilag eltartják, és így tovább, ezért a nők azok hamarabb nyugdíjba mehetnek, mert ők gyengébbek. Egyszerűen ezért. De hogyha egy férfi tartja magát nőnek, annak nincsen oka, se a gyerekvállalás miatt, se az otthon vállalt többletfeladatok miatt, se semmi miatt arra, hogy ő hamarabb nyugdíjba menjen. Viszont itt most ez ki lett mondva, hogy neki természetesen akkor, mivel nem tudtunk magyarázatot találni, hogy vajon a nők azok miért mehetnek hamarabb nyugdíjba, ezért neki is lehessen. Szóval emberek, nem vagyunk védve, semmi elől nem vagyunk védve, és az igazság, hogy azok, akik ezekben a devianciákban élnek, meg akik egyszerűen máshogy akarják élni az életüket, ezek az alapvető értékrendet fogják felforgatni. Ugye úgy működik jól egy társadalom, hogyha van egy közös értékrend, és nem minden törvénnyel van leszabályozva, hanem egyszerűen van egy nagyon jól működő konszenzus a társadalomban, hogy vannak dolgok, amiket nem csinálunk. Meg vannak dolgok, amiket így és így csinálunk, és akkor arra nem kell törvény, mert hogy mindenki eleve úgy van szocializálva, hogy azt úgy csinálja. Na most, amikor megjelennek ezek a dolgok, amik mások, nagyon-nagyon mások, akkor ezek szétszabdalják ezt a konszenzust, meg ezt az értékrendet, és onnantól kezdve relativizálva lesz minden, amit egyébként abszolút normálisnak tartottunk. Most ki az, aki megkérdőjelezi, hogy a nők sokkal gyengébbek? Szerintem senki. Jó, persze van egy-két feminista, aki kikéri magának, meg van, aki szétgyúrja magát, és akkor természetes, hogy a 150 centis alacsony, vékony dongájú férfiakat fél perc alatt lecsapja, teljesen mindegy, de ezek sem a normálisnak mondható viselkedési formák. Hanem egyszerűen az az általános, hogy a férfi az, aki a családot a hátán viszi, anyagilag, szellemileg, a nő ezt támogatja, és ha kell, akkor dolgozik, de azért úgy dolgozik, hogy amellett helyt tudjon elni a háztartásban is,
meg a gyerekekkel is, amiben persze partner a férje, tehát azért segít meg minden, ez lenne a normális. De ugye a nő alapvetően kevesebbet bír, sokkal kevesebbet, mint egy férfi, és azért, hogyha nagyon őszinték vagyunk, akármekkora nagy feminista valaki, azért mégiscsak el lehet mondani, hogy nem véletlenül van például a sport is különvéve. A férfiak sokkal többet bírnak. És ezért van az, hogy egy nőnek lehetősége van hamarabb nyugdíjba menni. Na most ott vannak a berepülőpilóták például. Olyan munkát végeznek, ami olyan hihetetlen módon koncentrációt, meg figyelmet, meg reflexeket igényel, hogy egy bizonyos kor fölött nem lehet csinálni, mert életveszélyes. Na most ők is hamarabb nyugdíjba mehetnek. Tehát egyszerűen a fizikai képesség, meg önmagában a társadalmi szerep, az determinál bizonyos dolgokat. És na most ez fog felborulni akkor, hogyha magukat nőnek tekintő férfiak, azok megunják, és akkor 40 év után azt mondják, hogy na, én is nyugdíjba akarok menni. Szóval nem a nyugdíjjal van a probléma, hanem a gondolkodásmóddal. És az a helyzet, hogy az, hogy én képzelem magam valakinek, az nem jogosít fel engem arra, hogy annak a másik valaminek, aminek képzelem magam, az összes privilégiumát, meg előnyét, azt a magamévá tegyem. Mert nem jogos. Mindegy, erről lehetne rengeteget beszélni, és nem csak a transznemű kérdésben, és nagyon remélem, hogy nem fogom megint elérni azt, amit a múltkor, hogy gyűlöletbeszédnek minősítse azt, amit mondok a YouTube, de hát meglátjuk. Szóval elég nehéz kérdés, és hát szerintem itt ebben az a lényeg, hogy ne érezzük úgy, hogy biztonságban vagyunk, hanem igenis legyünk aktívak, és képezzük magunkat, hogy tudjunk érvelni, hogy ne az legyen, hogy állunk ott, mint a birkák, és akkor ezek, mert ő nekik az az érdekük, hogy elfogadjon őket, mindenki elfogadja őket. Azért dolgoznak, hogy mindent logikával, meg hatalmas jogi tirádákkal alá tudjanak támasztani. Nekünk ebben fel kell nőni a feladathoz, akkor is, hogyha Magyarországon úgy tűnik, mintha biztonságban lennénk. De nem vagyunk. Ezt kell megérteni. És ebben csak akkor tudunk helytállni, hogyha felismerjük, hogy nem vagyunk biztonságban, és lépünk. Enélkül nem fog működni. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Legyen nagyon szép napjuk, induljon jól a hetük, vigyázzanak magukra, és legközelebb újra találkozunk a viszonthallásra.